Üdvözlöm Önöket ismét szeretettel. Remélem mindenkinél itt van a piros dosszié, meg a zöld dosszié, úgyhogy kérem Önöket, hogyha kezdhetem, akkor emeljék föl a zöld dossziét, és kacsincsanak egyet, hogy beszélhettek. Rendben? Akkor elkezdem. Szeretettel üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit. Holnap európai parlamenti választás lesz Magyarországon. Mozgósítani szeretném a választópolgárokat arra, hogy szavazzanak a Jobbik listájára, amelyet én vezettek. Azt remélem, hogy az elmúlt 5 alkalommal a nyilvánosság számára is kiderült már, amennyi mértékben a szabad sajtó őket erről tájékoztatta egy választási kampányban, hogy az emberi jogok melletti kiállás a legfontosabb célunk. Különböző területeken adtam erről számot. Ellentétben más pártokkal én számot adtam az elmúlt 5 évben az Európai Parlamentben végzett munkámról is. Vártam volna, hogy ezt megteszik más pártok is, nem tették meg, mint ahogy ugye a legnagyobb párt nem jött el a tegnapi nyilvános vitára sem, sajnálatos módon. Van még egy olyan emberi jogi terület, amelynek a fontossága bebizonyosodott ebben a választási kampányban. Én elhoztam Önöknek, és ki is fogom osztani az Európai Parlamentben az úgynevezett LIBE bizottság, a Szabadságjogi Rendészet és Igazságügyi Bizottság által folytatott úgynevezett megfigyelési ügyek feltáró bizottságnak a munkájáról készült jelentést, amit ugye nagyon jól ismernek a magyar állami szervek is, nagyon jól ismernie kellene a sajtónak is. Én most szeretném Önökkel ezt megismertetni. Mi köze ennek az európai parlamenti választási kampányhoz és a holnapi választáshoz? Nos, az, hogy holnap arról is választ Magyarország, hogy szeretnének-e visszatérni az 50-es évekbe, szeretnék-e, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokat, titkosszolgálatokat arra használják fel, hogy gyakorlatilag politikai rendőrségként funkcionáljanak. Szeretnék-e azt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok, titkosszolgálatok erejét azzal kössék le, hogy az egyébként a kormánypárt által is oly sokat kritizált Európai Unió intézmény rendszerét próbálják védeni a legkülönbözőbb, igen drága és igen bonyolult eszközökkel, vagy pedig azt szeretnék, hogy a magyar állampolgárokat, Magyarországon lakó magánszemélyeket, magyar cégeket, magyar állami szerveket védjék attól, ami viszont bizonyított történetesen az NSA, az Amerikai Nemzetbiztonsági Szolgálat folyamatos hírszerző tevékenységéről. Ez a döntés is áll a magyar emberek előtt holnap. Én azt remélem, hogy Magyarországon nem akarnak az emberek újabb rajkpereket, újabb koncepciós perek sorozatát. Viszont nagyon szeretnék azt, hogy azok, akik diszponálnak az ő védelmük, az ő adataik védelme, az ő magánéletük védelme, az ő üzleti titkaik védelme felett, azok ne legyenek hazaárulók, és ne játszanak össze az amerikai nemzetbiztonsági szolgálattal, ahogy az jelenleg bizonyíthatóan történik. Honnan látom én ezt annyira bizonyítottnak? Egyrészt amiatt, hogy az úgynevezett Snowden bizottság megalakult ugyan a magyar parlamentben, de márciusban lejárt a határidő arra, hogy egy jelentést prezentáljanak arról, hogy pontosan milyen formában is érintette a magyar magánszemélyeket, cégeket, állami szerveket ez a már alaposan feltárt hírszerző tevékenység. Úgy gondolom, hogy ez annál is inkább hazaárulás, mert most ebben az európai parlamenti választási kampányban bebizonyosodott, hogy ugyanazokat a szerveket, titkosszolgálatokat, nemzetbiztonsági szolgálatokat, amelyeknek ezt a tevékenységet el kellett volna hárítani folyamatosan, ennek az erejét arra használták, hogy például Kovács Béla képviselő társamat figyelték meg 2009-től kezdve folyamatosan olyan cselekménnyel összefüggésben, amely nem volt bűncselekmény. Büntetőjogászként is kérem a szavazópolgárokat, választópolgárokat, hogy gondoljanak bele, hogyan érintheti ez őket is személyükben, hogy
titkosszolgálatok, nemzetbiztonsági szolgálatok figyelhetik őket akkor, hogyha éppen az ő üzleti döntéseik, vagy magánéleti döntéseik, vagy egyebek nem tetszenek a hatalomnak, ne adj Isten politikai döntései. Itt tehát értékválasztásról van szó. És a sajtót is megkérem, hogyha lassan felszabadul az idejük, mert már sikerül elérni a célt, a bélagéttel, köpködésgéttel és minden egyébbel, amivel foglalkoztak az elmúlt hetekben, akkor tegyék meg, hogy odafigyelnek arra is, hogy a Snowden bizottság végre a jelentését tegye le az asztalra, és vonják le belőle a következtetéseket a magyar titkosszolgálatok működéséről, arról, hogy milyen politikai kontroll alatt állnak, kik irányítják őket, és a többi. Nos, tehát mindenkinek oda fogom adni a Európai Parlament bizottságának az úgynevezett Snowden jelentését. Az egy igazi újságírói munka. Tehát az egyetemet végzett, intelligens, iskolázott embereknek való tevékenység, hogy ezt alaposan végigolvassák, és jó kérdéseket tegyenek fel az illetékesek számára arról, hogy mikor fog megfelelni Magyarország az itt előírtaknak. Csak néhány kis színes belőle. A feltárt kémkedési tevékenység példátlan nagyságrendje, teljes körű kivizsgálást tesz szükségessé. Az Egyesült Államok beli hatóságok, az európai intézmények, valamint a tagállamok kormányzatai, nemzeti parlamentjei és igazságügyi hatóságai részéről. Nos, hát hol van ez a teljes körű kivizsgálás, és milyen eredménnyel járt? Az Európai Unió alapjogi chartájában és az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt alapvető jogok, nevezetesen a véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság, a gondolatszabadság, a lelkiismeret szabadsága, a vallás és az egyesülés szabadsága, a magánélethez és az adatvédelemhez, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jog, az ártatlanság vélelme, a tisztességes eljáráshoz és a megkülönböztetés mentességhez való jog a demokrácia sarokkövei, mivel az emberek tömeges megfigyelése összeegyeztethetetlen ezekkel a sarokkövekkel. Felhívnám a figyelmüket, hogy a magyar titkosszolgálatok, nemzetbiztonsági szolgálat nyilvánvalóan az Egyesült Államokkal egyetértésben és a magyar vezető egyes pártokkal egyetértésben a saját állampolgára, mégpedig saját választott képviselője sérelmére követett el ugye illegális megfigyelést, ahelyett, hogy az amerikai már ugye alaposan bizonyított hírszerző tevékenységet leplezte volna le. Holnap a magyar embereknek arról is kell dönteniük, hogy mi a véleménye erről a gyalázatról, erről a súlyos hazaárulásról. Nos, hát bejelöltem én itt még elég sok mindent, de oda fogom önöknek adni ezt az anyagot. Megkérem, hogy tanulmányozzák, és ha lehet, akkor még az európai parlamenti választás előtt tegyék föl okos, jól informált kérdéseiket a többi párt európai parlamenti listavezetőjének, illetőleg a magyar állami vezetőknek ezzel kapcsolatban. Még akár miniszterelnök urat is meg lehet kérdezni, hiszen remélem, hogy ezzel kapcsolatban is majd azt fogja mondani arra a kérdésre, hogy mit tudnak önök a nemzetbiztonsági, az amerikai nemzetbiztonsági hivatal Magyarország elleni magyar magánszemélyek, cégek, állami szervek elleni hírszerző tevékenységéről, azt fogja mondani, hogy eleget. És azt remélem, hogy ellentétben a másik ügye, itt a részletekbe is bele fog menni. Úgy tűnik, hogy Magyarország számára, illetőleg a Magyarországot jelenleg vezető erők számára valamiért nagyon fontos az Európai Unió intézményeinek a minél intenzívebb védelme, a magyar hatóságok, magyar szervek, magyar titkosszolgálatok, magyar nemzetbiztonsági szolgálatok mozgósításával is. Ugye hát ez eléggé csodálkozni való, hogy miért annak a bizonyos Európai Unió intézményrendszerének a védelmére mozgósítják ezeket a forrásokat, amely Európai Uniónak az erős kritikájára építik a kampányuknak egy részét is. Meg voltam döbbenve büntetőgázként, hogy a kezembe került egy módosító javaslat, amit a Jobbik terjesztett elő, és kizárólag ennek a módosító javaslatnak köszönhető, hogy a úgymond új BTK-ba nem került bele olyan
véleménynyilvánítást korlátozó bűncselekmény, amely szintén az Európai Unió intézményeit védte volna, túllihegve, hazaáruló módon. Így szólt volna ez a paragrafus. Azt hiszem, hogy az egykori szovjet büntető jogászok is megnyalták volna mind a 10 ujjukat, hogyha annak idején a sztálini időkbe bekerül egy ilyen szabály, vagy ehhez hasonló szabály. Egyébként hagyd mondjam, hogy nagyon rokon a kommunista jellegű, diktatórikus jellegű büntető joggal az a gondolkodásmód, ahogy például ez a passzus fogalmaz. Aki nagy nyilvánosság előtt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon az alaptörvény, Magyarország nemzetközi jogi kötelezettsége, vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogi aktus ellen, vagy az ezek alapján működő bíróság vagy a hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít, büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Hát borzongató. Éppen ezért ki is osztottam önöknek, tegyék közhírré, és hát most kapaszkodjanak meg, Gaudi Nagy Tamás volt az előterjesztője annak a módosító indítványnak, amelynek hatására, illetőleg még Gyüre Csaba és Staudt Gábor a 4. helyezett a listánkon. Nem titok, hogy többek között az ő bejutása az Európai Parlamentbe is a tétje a holnapi választásnak. Tehát őnekik köszönhető, hogy ma Magyarországon nem lehet 3 évre börtönbe zárni azt, aki nyilvánosan, határozottan kritizálja az Európai Uniót, kritizálja mondjuk a Lisszaboni szerződést, amit ugye a magyar képviselők elolvasás nélkül írtak alá, kritizálja mondjuk azt az Európai Uniós mezőgazdasági támogatási rendszert, amelynek következtében földrabló bankárok milliárdos nagyságrendben kapnak pénzt magyar, vagy az Európai Uniótól, hektár alapú támogatást és a többi. Ennél gyalázatosabb, hazaárulóbb, besimulóbb, talpnyalóbb dolgot nehezen tudok elképzelni. Adjanak számot az európai parlamenti választáson induló pártok arról, hogy mi a véleményük erről. Különös tekintettel az a Fidesz, aki nem jött el tegnap a vitára, nem tisztelte meg a választópolgárokat azzal, hogy ilyen és ehhez hasonló gondolkodásmódjukról és döntéseikről tájékoztassa őket. Ezek után pedig szeretném megkérni önöket, hogy közvetítsék a választópolgárok felé, hogy kérem, hogy holnap az emberi méltóság, az emberi jogok és a magyar emberek szabadsága érdekében menjenek el szavazni, fontos ez a választás, biztassák erre barátaikat, ismerőseiket, hozzátartozóikat. Szólítom a magyar kisgazdákat és a magyar falusi embereket, ahogy itt már részletesen elmondtam, bemutattam, egyetlen talpalatnyi magyar földet sem szeretnénk külföldi kézen látni. Ennek érdekében mindent meg fogunk tenni azért, hogy megerősödhessen a magyar mezőgazdaság, a felvásárlási árak rendeződjenek, az értékesítési lehetőségek jobbak legyenek. Ahogy már mondtam, szeretném elérni azt, hogy az áruk szabad áramlása fejezetből vagy kikerüljön, vagy részlegesen korlátozást kapjon az élelem, az élelmiszer magyarán ne áramolhasson be korlátozatlanul a külföldi élelmiszer Magyarországra, ezzel ellehetetlenítve a gazdákat. Az élelmiszer önrendelkezési jogért harcolunk, amelynek része az, hogy ne lehessen spekulálni a földdel, se a magyar oligarcháknak, se külföldiek ne vásárolhassák fel a magyar földet, mert az a miénk, az a mi hazánk, és a magyar föld a helyi lakosság megélhetésének a forrása kell, hogy legyen, és a magyar jó minőségű élelem megtermelésének a helyszíne. Ezért jöjjenek tehát a falusi emberek, ezért jöjjenek a kisgazdák. És ugye azért is, mert hogy az előbb említett módon ugye az Európai Unió hektáralapú támogatási rendszerének azon rendelkezése ellen tiltakozunk, hogy nincs egy plafon, ami alapján a bankárok és üzletemberek ne kapnának milliárdokat a magyar föld után, amire rátették a kezüket. Kérem a munkavállalókat, hogy menjenek el szavazni, és szavazzanak a Jobbik listájára, hiszen
mi vagyunk azok, akik tudjuk azt, hogy 50-60 ezer forintért dolgoznak magyar emberek az összeszerelő üzemekben a szalag mellett, teljes munkajogi jogfosztottságban, illetőleg mi vagyunk azok, akik tudjuk és együtt érzünk azokkal az eladónőkkel, pénztárosokkal, raktárosokkal, akik a külföldi élelmiszer és egyéb kereskedelmi láncokban szintén megalázó bérekért és szintén teljes munkajogi jogfosztottságban dolgoznak. Olyan Európai Uniós norma kidolgozását kezdem meg, amelynek lényege, hogy nem lehet diszkriminálni az Európai Unión belül ugyanazon cég, ugye név nélkül mondom, Spar, Tesco, Auchan és a többi, meg az összeszerelő üzemek dolgozói vonatkozásában lényegesen, tehát nem lehet szélsőséges különbség a munkabérekben, illetőleg munkafeltételekben. Ez az általános diszkriminációs tilalomba ütközik meggyőződésem szerint, és más gyarmatosított országok képviselőivel és civil szervezeteivel együtt ezért fogok harcolni. Szólítom az elszakított területeken élő magyar őshonos közösségeket is, hogy ők ugyan most nem tudnak szavazni sajnos, de kérjék meg hozzátartozóikat, barátaikat a Csonkaországban, hogy szavazzanak rám és a Jobbik listájára, ugyanis én véget akarok vetni, és a Jobbik véget akar vetni annak, hogy a mindenféle, tehát a folytonos jószomszédi politikának való megfelelés kényszere miatt semmibe vegyék az elszakított területen élő magyarok emberi jogait, autonómia törekvéseit, területi autonómia törekvéseit. Én úgy gondolom, hogy a nemzeti önrendelkezés alapvető emberi jog, és nem az Európai Uniónak kell mindenáron megfelelni a status quo védelmében. Az Európai Uniónak fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy Trianon, fogalma sincs arról, hogy az őshonos magyar közösségek ott élnek most is, ahol születtek, és nem pedig bevándorlók, akikkel folyamatosan összekeverik őket. Tehát a politika mezejéről az emberi jogok mezejére kell áttenni ezt az egész kérdéskört, hiszen az ENSZ polgári és politikai jogok egyességokmánya is kimondja, hogy minden nemzetnek, illetőleg minden népnek joga van az önrendelkezéshez. Ebből kell kiindulni, és így kell jogvédelmet folytatni, és így kell politizálni az elszakított területen élő magyar testvéreinkért. Szólítom a nőket, akik különösen is vesztesei annak a neoliberális, szabadkereskedelmen alapuló, igazságtalan pénz- és profitközpontú rendszernek, amelyet diktál számunkra az Európai Unió. Én az Európai Parlament Női Jogi Bizottságában küldetésemnek éreztem, hogy bemutassam a magyar nőknek az életét, bemutassam, hogy mit jelent az, hogy mondjuk 80-90 ezer forintért egy áruházban dolgozni, teljes munkajogi jogfosztottságban, rendezetlen, hosszú munkaidővel, egyik napról a másikra utcára tehetően, ugye úgy, hogy két munkaidő nyilvántartás van, az egyik a tényleges munkaidő, a másik az, ami megfelelne a jogszabálynak. Milyen lehet ott dolgozni devizahitelesként, esetleg gyerekét egyedül nevelő anyaként úgy, hogy ha megszólal, bármit is kritizál, akkor egyik napról a másikra utcára tehető. Érdekvédelem gyakorlatilag nincsen, szakszervezeti védelem nincsen, mert sem a magyar állam eddig nem állt ki a munkavállalók mellett, sem a szakszervezetek igazi, komoly érdekvédelme, csak nagyon sporadikusan néhány esetben tanúsítottak. Szólítom azokat a magyar embereket, akik folyamatos félelemben élnek a egyre elszaporodó bűnözéstől, szólítom a bűncselekmények áldozatait, azokat, akik állandóan ki vannak téve a terménylopásoknak, a jószáglopásoknak, mezőgazdasági felszerelésük ellopásának, illetőleg azokat a főként idős embereket, akik nem mernek a házukból kilépni a magyar vidéken, mert garázda a fiatalok támadják meg őket, illetőleg köpködik le őket, de az ő leköpésükkel senki nem foglalkozik. Az, ami a bűncselekmények vonatkozásában Magyarországon folyik, teljes mértékben összeegyeztethetetlen az európai normákkal. Itt az ideje, hogy az állam felvegye a munkát, és ne
piros meg zöld dossziék után mászkáljon a világba, és erre fordítsa 5 éven át az adófizetők pénzét, hanem védje meg a terménylopásoktól, jószáglopásoktól, erőszakos bűncselekményektől a magyarokat. Ahogy már elmondtam, egyik fő célom az, hogy az Európai Unió új áldozatvédelmi irányelvének a magyarországi következetes beiktatásán és gyakorlatba való átültetésén munkálkodjak, vagyis, hogy legyen valódi bűnmegelőzés, bűnfelderítés és a bűncselekmények sértettjeinek jogi, erkölcsi, anyagi támogatása Magyarországon. Kérem tehát, hogy holnap, vasárnap menjen el mindenki az európai parlamenti választásra, biztassa erre ismerőseit, hozzátartozóit, és szavazzanak a Jobbikra, mert csak azért is Jobbik. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja a magyar embereket. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Tessék parancsolni. Vidas Mihály vagyok, a H24-től. Azon a kérdésem, hogy milyen eredményre számítanak holnap, hogyha 3 adattal lehetne ezt mondjuk százalékban, helyezésben és képviselői helyben, mondjuk mi az, ami boldoggá tenni a Jobbik? Hát Áder János tegnapi nyilatkozata alapján, az MNO-ban megjelent luxemburgi nyilatkozata alapján az egész állam gépezet azon van, ugye a sajtó segítségével, hogy a szocialisták és a néppártiak együtt barátságban kormányozhassák majd az Európai Uniót és Magyarországot. Most már ugye egyre kevésbé titok, hogy nagyon nagy erőfeszítések vannak abban az irányban, hogy a szocialisták megelőzhessék a Jobbikot. Én nagyon bízom abban, hogy a magyar emberek átlátnak a szitát, azt is látják, hogy a szocialisták soha nem tevékenykedtek úgymond baloldali módon, tehát a kis emberek védelmében, a munkavállalók, kisgazdák, kisvállalkozók védelmében Magyarországon, tehát aki erre szeretne garanciát, hogy kisvállalkozóként, munkavállalóként védelmet kapjon, az szavazzon a Jobbikra. Azt remélem, hogy ezt az emberek megértik, és hogyha ez így van, akkor másodikak leszünk. Nyilvánvalóan eddig a Jobbiknak a szereplései folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, annak ellenére, hogy ilyen hatalmas ellenszélben kellett dolgoznunk. Ugye az én 5 éves európai parlamenti munkámból a magyar sajtó, média szinte semmit nem mutatott be. Még azt is szeretném elmondani, hogy viszont a morvaikrisztina.hu honlapomon ott van minden felszólalásom, ott van minden tevékenységem, és kérem az embereket, hogy ezt nézzék meg, illetőleg a sajtótájékoztatóm anyagait is, tehát elvileg átlátható, megismerhető ez a munka, az más kérdés, hogy a sajtó folyamatosan ellenállt. Tehát még ilyen ellenszélben is sikerült folyamatosan javítani az eredményeket. Tehát arra számítok, hogy az előző megmérettetés az országgyűlési képviselői választás eredményéhez képest jobb eredményt fog elérni a Jobbik, és ez képviselői létszámban 4-5 képviselőt jelent. Sokkal megy, és Miklós Hír Televízió, 2 kérdésem lenne, az egyikről lehet, hogy csak lemaradtam a tegnapi vitát, hogy értékeli, hogy sikerült szerepelnie ön szerint. Bajnai Gordon ugye azt mondta, hogy végre sikerült a Jobbik szemébe mondani, hogy nemzetellenes párt, és Bajnai Gordon azt mondta, hogy erre szerinte ön nem is tudott választ adni. Én nem gondolom, hogy az lett volna a feladata ennek a vitának, hogy a pártok egymást gyalázzák. Bajnai Gordontól elég sok mindent lehetett tudni az ő személyes, megtudni az ő személyes véleményéről a Jobbikkal kapcsolatban. De ez elég komoly megalázása azoknak a nézőknek, akik választópolgárként ezt a műsort nézték, hiszen ők a, én nem tudom éppen, hogy is hívják együtt PM, vagy hogy hívják az ő, mert ugye hol, hát nem tudom, ez a Gyurcsány koalíció, aminek az egyik szelete ez, aztán most éppen együtt PM-nek hívják. Tehát szerettek volna ennek a formációnak a programjáról megtudni valamit, hogy hogyan diagnosztizálják a helyzetét most Magyarországnak és a magyar embereknek, hogy látják az Európai Unió valós mérlegét, és a többi. És a többi is egyáltalán miért akarnak oda képviselőket küldeni, kiket és miért, hogyan képviselnék ott. Ehhez képest a rendelkezésre álló időt arra használta ki, hogy a Jobbikot gyalázza. Ezt azt hiszem, hogy ebből a felnőtt gondolkodó magyar választópolgárok le tudják vonni a konzekvenciát.
Még egy kérdésem lenne visszakanyarodva Kovács Béla ügyéhez. Szanyi Tibor azt nyilatkozta, arra szólította fel Kovács Bélát, hogy egy olyan párt képviselője, amelyik itthon is és az Európai Unióban is a mentelmi jog eltörlését tűzi napirendre, az ne bújjon a mentelmi jog a mögé. Mi erről a vélemény? Nem tudom, szerkesztő úr szokta elnézni a saját hírtévéjüknek az adásait, amennyiben igen, akkor tudja, hogy májusban, azt hiszem 16-án Kovács Béla gyakorlatilag azonnal közölte, hogy ő lemond a mentelmi jogáról. Tehát ez nem kérdés, ő lemond a mentelmi jogáról, csak ugye ellentétben azzal, amit bizonyos, hát nem tudom, eléggé minimális kulturáltsággal és iskolázottsággal és hát nem tudom, ismeretanyaggal rendelkező politikusok és újságírók gondolnak, a mentelmi jogról való lemondás az nem úgy történik, hogy lemondok a mentelmi jogomról, és indulhat a büntetőeljárás, és a német Szilárd úr két rezsicsökkentés között már teheti is rá bilincset az illető szabadon választott képviselőre. Ez nem így működik, ennek megvan egy rendje, ugye a mentelmi bizottságnak, a jogi bizottságnak az Európai Parlament esetében össze kell ülnie, abban is téved az illető rezsiharcos, hogy május 25-én megszűnne a mandátuma Kovács Bélának. Ilyen alapvető dolgoknak azért érdemes lenne utána nézni, mielőtt ilyen harcosan küzd azért, hogy a politikai versenytársa börtönbe kerüljön. Tehát nem így van. Július 1-én kezdődik az új képviselők mandátuma, és június 30-áig mi mindjárt európai parlamenti képviselők vagyunk. Tehát Bélának a státusza nem azon múlik, hogy a Jobbik leveszi őt a Fidesz utasítására és az Amerikai Nemzetbiztonsági Szolgálat vagy Biden úr utasítására a listáról, hanem azon múlik, hogy kész tény, hogy június 30-áig tart a jelenlegi európai parlamenti képviselőknek a mandátuma. Ennyi. Van-e még kérdés? Mindenkinek odaadom akkor az Európai Parlamentnek az úgynevezett Snowden jelentését. Itt az új feladat. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Még egy magyar példán van, és van még három angol előtt, és nem is magyar példán. Ki az, aki neki lenne angolul? Jó, nagyon köszönöm a nagy hallgatóságot, mert szívesen átfigyelem.